csapó 322. Fagyó mosolyú délután, sárguló alma fönn a fán, borzongó lombok reszketeg, útra készülő levelek. Ezüst szakálú holdvilág, szigorodnak az éjszakák, gyapjasodik a kicsi őz, észre se vettük, itt az őz. Megjött az ősz behívója, szeptemberi csengőszóra. Kezdődik az első óra. Milyen óra? Nyártart. Miért vége? A nyár. Ez a mondat alanya. Ma soha nem látott kincsem. Jártam távolodon, éltem léptekben, mással játszottam, még nem értettem. Most kell megtudnom, vagy csak fél úton, újra úton, újra úton. Álltam parkokban, néztem felhőket, vártam, ámultam, még nem eltűntek. Kell, hogy megtartsuk, kézd mi felhúzom, újra úton, újra úton. A káoszban még látom van, az az a hely, amit álmodtam. Én újra mennék, útra kelnék, útra kelnék. A második tag mondat alanya? Mi kezdődött el? Az iskola. Csiripelnek az esték, kár ez a nagy sietség. Ki szelet vet, vihart arat, ne seprűsz ki még a nyarat. Csapó 220 millió. Ma újra itt, teljes valamban, meg annyi régi, s új között. Bár nyáron is meg volt a kontakt, a Face, a Twitter működött. Ma újra szólunk emberhangon, most nem a monitor közvetít. Online adás nélkül figyeljük, mennyi érdekes dolog van itt. S visszatérni jó ide, mint a madár, ha hazaérkezett, lábam félve lép a fűre, a virtuális tér helyett. Élőben nézve a műsort, tanév nyílik, vers beszéd, s közben eszembe villan, hogy mi mindent hagytam még szerdeszét.
Sok dolgot rendezni kéne, a nyár a kósza ötletek kora, mint laptop asztalára lajkor, a fontos fájt elmentem máshova. Amint a jó tanár is mondja, a tudás bizony hatalom, de a sok információval nem mindegy, hogy csáfárkodom. A háló, az internet is csábít és könnyen rossz irányba csal, de tudni kell, mit miért teszünk, és észrevenni, ha nagy a baj. Hisz mindenünk cserélhető lesz. Mobil, lakás és diploma. Ha vágyém határát a pénz szabja, fontos marad az iskola. Mióta iskolába járok, annyi minden történik velem, hogy akik még csak óvodások, nem tudják elképzelni sem. Tudnak ezt az iskoláról mesélnek nekik, ha nagyok, de én saját szemmel látom ezt, mert iskolás vagyok. És én saját szemmel látom mindezt, mert iskolás vagyok. Óvodások voltatok, kisfiúk, kislányok. Tündérország berkeit bebarangoltátok. Iskolások lettetek, minden vár rátok. Nagy felfedezések, szép kirándulások. Betűországba vezet a tanítónéni. Mennyit fogtok ti otthon majd erről mesélni? Számországban elámul a szemetek, szátok. A temérdek kincsen, amit ott találtok. Kezdődik az utazás, a csengő már csenget. Kívánunk hát jó utat, s hozzá vidám kedvet. Lesz számtalan olvasás, sok érdekes színes tudás, mi a másodikos leszek, írjok neked levelet. Én pedig majd válaszolok neked. Gyertek, gyertek, s kezdjük együtt a tanévet!